Eredményhirdetés, közel 500 millió forintot biztosít fejlesztésekre a JETA. Intézkedés, a hónap végig ingyenesen utazhatnak az alsósok a helyi járatokon. Judó siker, Pupréka bronzérmes lett az Európa-bajnokságon. A Telepaks hétfő esti híradóját látják, köszöntöm Önöket! Több ütemben valósult meg az MVM Paksi Atomerőmű ZRT munkavállalóinak COVID-19 elleni védőoltása. A vállalat márciusban készítette el a védőoltás biztosításának szabályozását és az oltási tervet. Első körben a szuperkritikus munkakörben dolgozókat 5 nap alatt körülbelül 300 főt oltottak be. Ezt követően a 60 évnél idősebb és a 60 év alatti krónikus betegek vehették fel az oltást, körülbelül 1000 fő. Mostanra a munkavállalók több mint 60%-a szerzett védettséget. A további tervekről a holnap esti híradóban részletesen beszámolunk. Kihirdette a 2020. évi pályázati forduló nyerteseit a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány. Összesen közel 500 millió forint támogatási összeget fordíthatnak a település fejlesztésére és szépítésére a Paks és környékbeli önkormányzatok. Elbírálta a 2020. évi pályázati fordulóra beérkezett igényeket a Jövőnk Energiája Térségfejlesztési Alapítvány kuratóriuma legutóbbi ülésén. Az alapítványhoz összesen 70 pályázat érkezett, ebből 61 részesült támogatásban. A támogatási összeg összesen közel 500 millió forint volt, és gyakorlatilag ez el is fogyott. A különböző települések, település mérettől függően különböző intenzitású pályázatokat tudtak beadni. Ebben a települések korábbi kéréseinek, igényeinek megfelelően tettünk egy 0% intenzitású, tehát teljes 100%-os intenzitású, nulla önerőt igénylő részt is, és azt gondolom, hogy ez ebben az időszakban nagyon fontos volt a településeknek. Az érintettségi körbe tartozó 49 település minden évben felkészülten várja az újabb pályázati kiírást. Ez az idén beérkező anyagokon is meglátszódott, húzta alá dr. Kovács Antal. Paksváros önkormányzata idén is pályázott a Dunakömlődi óvoda mögött támfal építésére, 13 millió forintot nyert a kuratóriumtól. Sikerült azokat a célokat kijelölni, ami az alapítványnak is fontos, illetve a településnek is megfelelő kihívást és támogatást jelent ahhoz, hogy a mindennapjaikat jobban tudják értékelni. A korábbi években 1 millió forint értékben közösségi programok megvalósítására is lehetett pályázni. Ez az ablak nagyon népszerű volt a települések körében, azonban a pandémiás helyzet miatt erre nem lehetett idén pályázni. A programok helyett közösségi terek fejlesztése és infrastruktúrális beruházások kerültek előtérbe. Nagyon fontos, hogy atomerőmű környéke az új atomerőmű beruházások miatt egy jelentős kihívás előtt áll, és minden ilyen pici lépés, ami egy település életében nem is annyira pici, főleg ha egy kis településről beszélünk, az egy nagyon nagy lépés arra, hogy felkészüljön a lehető legjobb mértékben, és igazi otthona legyen ennek a nagy beruházásnak. A járványügyi korlátozások lépcsőzetes feloldásának következő lépéseként az általános iskolák alsó tagozatain április 19-től visszatérnek a jelenléti oktatáshoz. Ezzel összhangban az ország számos más közlekedési társaságához hasonlóan a Paksi Közlekedési Kft. Járatain díjmentesen utazhatnak az alsó tagozatos diákok április végéig, diák igazolványuk felmutatása esetén. Megkezdődött a jelenléti oktatás az általános iskolák alsó tagozatain. A kisdiákok egy része tömegközlekedési eszközzel érkezik az iskolába, nekik kedvez most a város önkormányzata és a Paksi Közlekedési Kft. Az alsó tagozatosok áprilisban csak fél hónapig járnak iskolába, ezért a város vezetése és társadalmunk vezetése úgy gondolta, hogy erre a fél hónapos időszakra nem kell megvásárolniuk az egész havi bérletet, illetve menethelyet sem kell venniük a járatokra, hanem április 30-áig diák igazolvány felmutatásával díjfizetés nélkül igénybe vehetik a szolgáltatásunkat. A döntéssel a társaság szeretné kényelmesebbé és könnyebbé tenni az iskolai újrakezdést. A Kft. Védi dolgozóit a járványügyi szabályok betartására kérik a továbbiakban is az utasokat.
Minden utasunknak, illetve a gépkocsi vezetőknek is kötelező maszkot használni. A gépkocsi vezetőink esetében volt lehetőség oltásra, illetve a gépkocsi vezetők leválasztott, részben leválasztott vezetőfülkében vannak, tehát ez is növeli az ő védelmüket. Emellett minden autóbuszban található fertőtlenítőszer a gépkocsi vezetők személyes használatára, illetve a járművek belső tereinek fertőtlenítésére. A járatok menetrendje továbbra is változatlan. Portugália fővárosában, Lisszabonban április 16-án kezdődött meg a Judo Európa bajnokság, melyen 45 ország, 359 versenyzője harcolt az érmekért, helyezésekért. A pénteki nyitó napon tatamira lépett az 52 kg-os súlycsoportban, az ASE olimpiai reménysége a világranglista 18. helyén álló Pupréka. A bronzéremért a világranglistán 12. helyen álló spanyol Ana Pérez bokszal mérkőzött, akivel legutóbb 2019-ben csapott össze, akkor a spanyol lány nyert. Ezúttal azonban egy iponnal Pupréka győzött, és pályafutása eddigi legkiemelkedőbb eredményével bronzéremmel zárta az Európa-bajnokságot. 105-83-ra kikapott az atomerőmű ESE férfi NB1-es kosárlabda csapat a Szegeden a legjobb négy közé jutásért rendezett párharc első mérkőzésén. A sorozat az egyik fél 3 győzelméig tart. A Szeged a harmadik, míg az atomerőmű ESE a hatodik helyen zárta az alapszakaszt a férfi NB1-es kosárlabda bajnokságban, így a paksiak pályahátrányból próbálnak a párharcból a legjobb négy közé kerülni. Az újszegedi sportcsarnokban rendezett első összecsapáson az ASE kezdett jobban, ám a negyed felénél utolérte riválisát a hazai egylet, sőt a periódus lefújásáig légiósai vezérletével tetemes előnyt is sikerült kiépítenie a házigazdának. 10 perc után 31-19 állt a táblán. A folytatásban sem lassított a Szeged, Zeletovics vezérletével tovább nőtt a különbség a felek közt. A Paks Keepers révén próbálta tartani a tempót kevés sikerrel. A félidőben 62-45 volt az eredmény. A térfércsere után sem sikerült megállítani a Szekulovics tanítványokat, akik igazi csapatjátékot bemutatva növelték a differenciát. A Zunics legények nem találták az ellenszert Zeletovics megállítására, a zárófelvonás 85-60-ról kezdődött. Mivel az érdemi kérdések a negyedik negyedre eldőltek, a hátralévő időben mindkét edző a magyar fiatalokat is pályára küldhette. Végül a játék minden elemében jobb hazaiak megérdemelten nyerték meg a találkozót. A végeredmény Naturtex, STS Edeák, atomerőmű ESE 105-83. A párharc állása 1-0, a sorozat az egyik fél harmadik sikeréig tart. Szeretnék gratulálni Szegednek. Azt gondolom, ilyen meccsen, amikor minden játék elemeben az ellenfele jobb volt, sok mindenről nem tudunk beszélni. Azt remélem, és nagyon is várom, hogy a csapatom a következő meccsen reagál úgy, ahogyan kell, teljesen más felfogással meg kell játszani ezt a rájátszást, és szerintem az is lesz a következő meccsen. Nagyon jól játszottunk ma este, videkezünk is jó. Én kicsit félem a meccs előtt azért, ez a csapat nincs ilyen playoff tapasztalat, és lehet az a, de ugyanaz, mint kupa volt például, ez ilyen gyenge produkál. És első mérkőzés hazai pályán, ez mindig legnehezebb játszani, azért ez a mindenki vár, kötelező győzelem. Mi sikerül ma este, megyünk tovább. Az atomerőmű ESE legközelebb hazai pályán fogadja a Szeged együttesét. A mérkőzést április 20-án, kedden 18 órakor rendezik a Gesztenyi úti sportcsarnokban, amit a Paksi Televízióban másnap 17 óra 30 perctől felvételről láthatnak. Hétfő este az összefüggő felhőzet szakadozottá válik, zápor, néhol zivatar is kialakulhat. Az északi szél helyenként megélénkül. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 1-7 fok között alakul.
Kedden napközben felszakadozik, csökken a felhőzet, majd a déli óráktól erőteljes nappali gomoly felhőképződés várható. Zápor több helyen, főként délután előfordulhat. Helyenként zivatar is kialakulhat. Az északnyugati szél gyenge vagy mérsékelt marad. A legmagasabb nappali hőmérséklet 13 fok körül alakul. A híradó végén megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!